Hát ezt ha látom, se hiszem el, pedig láttam, itt voltam elvileg. De amit láttam az első fél időben azután, hogy 20 másodperccel a vége előtt győzelemre állunk, arra egy lyukas forintot se raktam volna. Hát azt gondolom, hogy az első fél időben elfogadhatatlanul kézlabdáztunk, hátulütközés nélkül, lábmunka nélkül, elővételezés nélkül, 0% kapus teljesítménnyel. Egy 10 percig támadásba tartottuk, de aztán utána támadásban is rengeteget hibáztunk, technikai hibák, amiből gyors gólokat kaptunk, leindításokat. Aztán fél időben átbeszéltük a teendőket, hogy ilyen módon nem lehet közlekedni a pályán, illetve így nem lehet kijönni a pályára. És az első 4-5 perc adott egy olyan lendületet, egy olyan hitet, amiben elkezdtünk tudni kapaszkodni. Ott azokat az energiákat is mozgostották a lányok, ami talán nem létezett. És hát ugye meg is fordítottuk a mérkőzést. Ebben a szezonban nem tudunk megnyerni egy ilyen végjátékot sajnos már, de azt gondolom, hogy az első fél idő alapján mondhatjuk azt, hogy örülünk az egy pontnak. Ha csak a második fél időt nézem, akkor jobban örültem volna természetesen a két pontnak. A második fél idő viszont most meg kell dicsérjem a lányokat, hogy ennyire összeszedték magukat, nem veszítették el a hitüket, és megpróbálták gyakorlatilag a lehetetlent, az azt gondolom, hogy nagy szó volt, és hát bízom benne, hogy ez többet nem fordul elő, úgyhogy mindenféleképpen pozitívan kell gondolnunk, azt gondolom, erre az egy pontra, és pozitívan kell látnunk a mai eredményt. Fú, hát én is az első fél időt nem értettem, hogy tudtunk így kezdeni. Tényleg nagyon felkészültünk el a mérkőzésre, mint védekezésben, támadásban. Egyáltalán nem tudtuk megvalósítani, amit megbeszéltünk. Nem volt kellően feszes a védekezésünk, nem csináltunk fautokat, és ebből szinte minden egy-egy párharcot elveszítettünk. Támadásban nem voltunk elég fegyelmezettek, sok volt a technikai hibánk, úgyhogy tényleg az első fél idő az hát értékelhetetlen. De én is a második fél időben láttam, hogy nagyon nagy küzdés volt a csapatnak, és hát nagyon örülök, hogy összetudtuk szedni magunkat. Tényleg fontos egy pontot szereztünk, és hát remélem a következőkben ezt az első fél időt ki fogjuk javítani, és 60 percig tudunk majd jó teljesítményt nyújtani. Én a Kisvárára gratulálok az egy ponthoz, mert megmondom őszintén, kétes érzéseim vannak, és nem vagyok szomorú. Most lehet, hogy aki nézte ezt a meccset, miről beszélek én 9 gól után, hát láttunk már ilyet azért BL döntőtől kezdve, sorolhatnám jó pár mérkőzésre, főleg a női kézlabdában. Azt kell, hogy mondjam, hogy és sokszor ismétlem magamat, az, amit ez a 7-8, vagy inkább 7 ember, amit itt nekem ebbe a szezonba végigművel ebbe a csapatba. Az első fél időt gratulálok neki ahhoz, ahogy védekezett, ahogy megbeszéltük, a kapus teljesítményünk nagyon jó volt. Inkább úgy mondanám talán, hogy az ellenfél játékosok nem kézlabdázták ki magukat. És próbáltam a fél időben mondani, hogy ez nem így lesz a második fél időben. Én különben most nem vagyok semmilyen boszorkány, meg ilyesmi, de valahol éreztem, hogy nekünk ez nem fekszik ennek a kis csapatnak. Persze 9 gólról egy pontot begyűjteni, ez most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy miről beszélek, de az az igazság, hogy a Kisvárát én egy nagyon jó csapatnak tartom. Egymást üldözgetjük, kerülgetjük, ott vagyunk, ami viszont a másik oldalon, a mi oldalunk, meg azt mondom, hogy jó dolog ezzel a kis fiatal társaságban, meg kell nekik tanulni azt, hogy a fél idő az fél idő, és ugyanolyan ezzel az elánnak kell dolgozni, és menni, és csinálni. Ennyit tudok erről igazából mondani, nem is akarok többet, jó utat kívánok, tovább a bajnokságban, a Magyar Kupában jövő héten sok sikert kívánok, és azt mondom, hogy nekünk ugyanúgy kell, én úgy gondolom, senki lyukasgaras nem adott volna erre, ahol mi most vagyunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk, dolgozunk tovább, és próbálunk minél több játékost, fiatal játékost próbálunk nevelni, vagy beleépíteni ebbe az egészbe, majd meglátjuk, jó? Hát, kicsit ilyen kétes érzések vannak bennem. Nagyon szerettük volna ezt a két pontot itthon tartani. Tényleg első fél időben úgy játszottunk szerintem, ahogy a nagykönyv meg van írva. Kapus teljesítmény is volt, a védekezésünk szerintem szuper jól működött. Igen, és ennek a nagy előnynek van egy ilyen hátránya, hogy belenyugszunk ebbe, hogy hú, hát ennyivel vezetünk, és akkor innen már milyen egyszerű, hát nem. Ezt a Roli is megmondta, és ez így is alakult sajnos. De viszont a második fél időben nagyon-nagyon jól küzdöttünk,
és hogyha a két pontot nem is tudtuk itthon tartani, de legalább azt az egyet elcsíptük, és itthon tartottuk. Úgyhogy igazából összességében egy jó mérkőzésnek tartottam ezt az egészet.